Az Anzix című verset olvasom föl az Inverzofélia kötetből. Van egy mottója is, a szövege a Márta Szent Imrei templom falán olvasható, egy Sík Sándor emléktábla felirata. Így szól. Állani némán, mint a mátra, nem nézni előre se hátra, nem erőlködni befelé sem, csak bámulni a létezésen, és mindent köszönteni szépen, minden valók testvéreképpen. Idáig Sík Sándor, és innen az én versem. Mint a mátra nyugton lenni, várni ne történjék semmi, eget földet körbezárni, konzerválni, konzerválni, várni, mintha villamosra nem köl apcúg légiposta, állni némán, mint a mátra, puha kalapsét a pálca, turkálni a blődavarban, bakancs távcső, kis rovartan. Könnyű séta túraképpen, nem sietni befelé sem, nem rohanni, nem staféta, meleg nyaksál, könnyű séta. Ebéd előtt két szent törkölyt, pikoló sör, zóna pörkölt, egy pogácsát zsebre tenni, pincérnőnkkel elcsevegni. Kora őszi lepke számtan, elcsevegni holtra váltan, megneszülni, mint egy állat, jár a szíved, inga járat, buszsofőrök bőrzekéje, öreg néne őzikéje, szentmisére félhatosra kis rovarként széttaposva, kelj föl és járj. Erős túlzás, fölmorajló fenyőzúgás, várni, várni, mint a bombon, papírjából még kibontom, édes létezésbe mártva, állni némán, mintha, hátha. Sorrendbe raktuk a könyveket itt Igen. az asztalon. Kronológikus időrendbe, vagy időrendbe, a helyszínekhez is köthetően. Én mondanék négy várost, talán el tudunk indulni ezen a nyomvonalon, kezdeném Egerrel, aztán Gyöngyös, Szeged és Pécs. Talán Egerhez nincs itt könyv. Egerhez nincsen könyv, nem tartozik. Egerben születtem, de igazából gyöngyösi vagyok, tehát egy-két hónapos voltam, amikor Gyöngyösre kerültem, az édesanyám családja egri. Tehát valamennyire ismerem Egert, szoktam járni oda, de nagyon erős szálak inkább a gyerekkoromból fűznek oda, ifjúkoromból egyáltalán nem. És akkor Gyöngyös az otthon? Ezt a szókapcsolatot lehet használni? Abszolút, abszolút. Tehát Gyöngyösön jártam óvodába, általános iskolába, gimnáziumba, és maga az egész kóstolódó ifjúság is Gyöngyöshöz kötődött. És milyen ízeket is ismertél meg ebbe a kóstolódó ifjúságba? Hát ez azt kell tudni, hogy én 70-ben születtem, és ez egy elég speciális generáció, ugye a 70 körül születettek, azok még megtapasztalták a kései Kádár rendszert. Hát 19 éves voltam, amikor a rendszerváltás elért minket, tehát a rendszerváltás előtti éveket már nagy gimnazistaként élted meg, és amikor kinyíltál a világra, vagy a helyedet kerested, vagy a tapadási pontokat, akkor fordult egyet az egész világ is veled együtt. Ez egy nagyon-nagyon furcsa és speciális generációs tapasztalat szerintem, tehát hogy mind a két világból vannak érvényes vagy eleven tapasztalataid, és közben ott a rendszerváltásnak az évei, ami tényleg mint egy ringlispil, úgy kellett elképzelni. És ez 19 éves korban is ez érezhető volt ez a ringlispil? Abszolút, 18-19 éves korban, és nekem a világ az érettségi után nyílt ki, akkor nem vettek föl sehova, egyébként Egerbe felvételiztem először, a Ho Chi Minh-re. Akkor még Ho Chi Minh, aztán hirtelen az is megváltozik. És Gyöngyösön töltöttem egy teljes évet, amikor indultak a politikai mozgalmak, a civil mozgalmak, és hirtelen lett egy társaságom korombeli emberekből.
akikben hihetetlen energiák dühöngtek, és valamit csinálni akartak a városban. Egy olyan városban, amit kulturálisan, meg szellemileg nagyon szűknek éreztünk. Nem volt egyébként annyira szűk utólag visszatekintve, tehát egy kisvárosról beszélsz, egy 30 ezeres városról, ahol mondjuk működik három mozi, köztük egy art mozi. Most mutass egy ilyen 30 ezeres várost. Ez most működik három mozi, nem, vagy akkor, amikor akkor, fiatal akkor voltál, működött, akkor igen, három? Igen, plusz nyáron még egy kert mozi is. Tehát egy art mozi a műházban, két rendes mozi, kert mozi. És próbáltunk valamit csinálni, alakítottunk egy egyesületet, az volt a neve, hogy Kör, és programokat hozni a városba. Ugye a kiindulási pont természetesen ez a magyar underground és alternatív élet volt, tehát mindenki ugyanazokat a kazettá szalagokat hallgatta nyakra főre, és hát próbáltuk ebből a merítésből megszervezni magunk körül az életet. De ez azt jelenti, hogy akkor így zenei életet is szerveztetek magatok köré, vagy az irodalom, vagy színház, tehát hogy mit csináltatok? Főleg zenei volt a tájékozódás, zene és ez, ami ahhoz kapcsolódik, ez az underground világhoz. Mondok egy példát, lejött Vaszlavi gazember László Gyöngyösre, és a Gyöngyösi strandon bemutatta a saját maga által kifejlesztett úszásnemeket, amit a Gyöngyösi TV fölvett és sugárzott, este pedig adott egy koncertet a F-Zampo Happy Dead Band-del együtt. Ez egy elég vastag program volna most is szerintem bárhol. Igen. Vagy csináltunk fesztivált a Művelődési Házban, ahol a Vejvúvej együttes volt a főprodukció, de a Károsi Endre adott elő hangköltészeti performance-ot, és megjelent Baksa Sós János, aki játszott. Ez azért úgy 90-91 körül, de ez nagyon fontos, és olyan eleven dolgok voltak, ami szerintem most is annak számítana. És ez a körközösség, amit mondtál, ez mennyi embert számolt? Tehát hogy kell elképzelni, hogy 30 ezeres város mennyi? Egy nagyon az a hálózatot, tehát a kocsmát megtöltöttük esténként, mindenkit ismertél, voltak itt jobban, voltak itt kevésbé, és hát ez szerintem egy ilyen 40-50 ember benne volt ebben a hálózatban, akik jöttek, hogyha valamit kellett csinálni, akár székeket pakolni, akár plakátolni, akár falfirkákat festeni. Ez most nagyon érdekes, ez a falfirka festés, ez a korai tegelés, vagy hogy abszolút, mit kell elképzelni? Egy híres falfirka volt, Gyöngyös határában állt egy romház, nagyon sokáig, most már nincs meg, és az egyik barátom megérkezett a gyilkos nevű kocsmába, a Mátrakapu falatozóba. Ez volt a kocsma, nem volt gyilkos? Igen, hát az volt a slang neve. Slang neve volt, Mátrakapu falatozónak hívták, megérkezett. Most hát mondom még egyszer csak. Mátrakapu falatozó. Mátrakapu megérkezett két nagy vödör festékkel, meg ecsetekkel, és mondta, hogy menjünk utána. Tényleg, mint a hamáni patkányfogó. Nem tudtuk, hogy hova menjünk, kivitt minket a város szélére, és föl kellett festeni, hatalmas betűkai, Welcome to Twin Peaks. Ez egy nagyon híres felirat lett, tehát még az országos sajtót is bejárta 92-ben, 91-ben. Amikor ment a sorozat, nem? Igen, akkor... igen. Tehát elég komoly dolgok voltak, és akkor ezek az energiák persze utána, mint egy egész rendszerváltásnak az energiái, ezek lassan kipörögtek, vagy lelassult a pörgés, elmentek az emberek, jöttek a unalmasabb 90-es évek. Hogyha ezt az, egy picit megszakítva, hogyha ezt az energiát nézzük, ami itt topzódott, és benned is ott volt, hogy a kicsi Józsika, vagy Józsi, hogy jutott el ideig? Tehát, hogy a általános iskolába, középiskolába, mi vezetett oda, hogy ide forduljál, vagy hogy eljuss odáig, hát, hogy ez a világ mondjuk érdekeljen, vagy beszippancsol? A középiskola nem szerettem igazából, tehát nem nagyon találtam a helyemet, nyomasztónak és fárasztónak találtam. Az kiderült, hogy van affinitásom mondjuk a szövegekhez, vagy az irodalomhoz. Úgymond részt vettem a Sárvári Diákírók, Diákköltök táborán, ahol generációk nevelődtek, hogy a Mezei Katalin volt a szervezője. Oda sem magamtól jutott, a magyar tanárom szólt. Hogy menjél, vagy? Nem, hanem, hogy ide fogok menni, mert ide beadott ilyen szövegeimet a hátam mögött,
és mondta, hogy figyelj, akkor te ide fogsz Tehát menni. akkor írtál? Írogattam ilyen diák újságba valami De azért írtál, zsengéket. mert kellett, vagy azért Nem, írtál, ezt mert voltak? Aha. magamtól volt. Tehát kedvet kaptam, nem tudom, 16 éves korom körül, úgymond az önkifejezésre. Nyilván nem voltak komoly dolgok. Valószínűleg volt benne valami formai készség, ami értelmezhető volt. Tehát tudtam, hogy ilyesmivel akarok foglalkozni, de ez nagyon formátlan dolog volt még. És ez a formátlanság jól rátalált erre az örvénylő formátlanságra, erre az underground valamire. Tehát én, ha volt pályám, vagy elkezdtem a pályát, az nem úgy kezdődött, hogy verseket írtam, és azokat elküldtem lapoknak. Én ezeket nem publikáltam, sehol nem is volt, lett volna sok értelme. Hanem úgy kezdődött, hogy kis vicces verségéket költöttem, és elmondtam hajnal A fél egykor a gyilkosba. többieknek a gyilkosban, igen. És később, 94-ben vagyunk, amikor már egész rendszerváltás lendület kezdett egy kicsit kipörögni, lelassulni, ugye azok az erők, vagy civil erők, vagy politikai erők, akik tényleg egy ilyen rendszerváltó ellenzéki lendületből jöttek létre, azok vagy betagozódtak a pártpolitikába, vagy a saját dolgokat kezdték Úgy művelni. lecsendesedtek az energiák Igen, és az talán. emberek elindultak mondjuk Budapest felé, mint mindenhonnan vidékről, és akkor 94-ben kitaláltuk, hogy csinálunk egy zenekart. Gyöngyösen? Gyöngyösön, ez volt a Szőranya emlékzenekar, az lett a neve, hogy volt egy csomó szövegem, dalszövegem, én nem tudtam énekelni, de az természetes volt, hogy én leszek az énekes, mivel én nem Azért, mert játszottam érted semmilyen a szöveget? Jaj, nem hangszeret, lehet. Aha. klasszikus punk felállás, tehát és elkezdtünk. És a klasszikus punk felállásnak külsőleg is megfeleltél? Nem, Nem? külsőleg nem. A klasszikus punk az azt jelentette, hogy nagyjából odakentük a dolgokat. Tehát volt egy Casio gyerekszintetizátor, ekkora szürke, azon volt négy fajta dobprogram, ezekre írtunk Dalokat, vagy számokat. aha. Volt dob, gitár, utána lett egy dobos is, és bárki jöhetett a zenekarba, aki úgy gondolta, hogy ebben részt akar venni, függetlenül attól, hogy Hogy milyen zenei, aha. előképzettséggel rendelkezett, ezért voltak a zenekarban, akik tudtak zenélni, voltak, akik egyáltalán nem tudtak, voltak, akik megtanultak közben, és elkezdtünk számokat írni, egymás után jöttek, tehát gyakorlatilag így ontottuk magunkat. Egyébként, hogy kérdezhetek egy olyat, Igen. hogy miért jött létre a zenekar? Ennek megvan az emléke, vagy hogy... Volt egy nagyon konkrét oka, tehát egyrészt, hogy szerettük egymás társaságába bohóckodni. A Lehet, hogy konkrét ennyi oka az elég volt, is. hogy akkor indult a Sziget Fesztivál, ugye, aki emlékszik rá, volt a Nap-Nap Fesztivál Igen? 2 éven keresztül, ami ugye teljesen szabad, ideális Nem párbajú piaci alapú alapban, nem fesztivál piaci volt. alapú fesztivál volt. Az első Sziget az hasonló akart lenni, ott elég nagy deficitet termeltek, és áttették piaci alapúra, ugye talán a harmadik már Pepsi Sziget volt. Igen, talán. És a második Sziget Fesztivál, ami az a Euro Woodstock, vagy milyen néven futott, szerintem ez lehetett 94-95-ben, ezt most nem tudom. Ott az volt a szabály, hogy a sok-sok amatőr zenekar beküldte a kazettáit, és aki bekerült, az kapott heti jegyet, ez volt a Tehát fizetség. valójában ez volt a cél, hogy legyen heti jegyetek? Igen, és volt egy 7 tagú zenekar, vagy 8, nem tudom, tehát 7-8 heti jegy, egy adminisztrációs hiba folytán még egyszer kiadtak nekünk ennyit, tehát valami 14-15 ember ott tudott lenni egy Tehát hétig. magyarul a zenétek volt annyira jó, hogy bekerüljetek Volt annyira jó, meg volt ismerősünk is a stábban, aki ajánlott a film. Elég viccesek voltak ezek, tehát swing alap megy, rá valami reggae zene, és megy egy Derik és Harry barátok. Ez volt az első híres, máig nagyon híres számunk. Ehhez képest mondjuk maga a fellépésünk elmaradt, mert azon a színpadon, ahova menni kellett, ott nem volt nem hogy felszerelés, nem volt egy mikrofonálvás sem, szintén egy szervezési hiba folytán, tehát Tehát élveztétek a szigetet, éreztük a és nagy szigetet, és így fájdalommal éltétek meg, hogy nem tudtatok fellépni, vagy... azért csalódottak voltunk. Utána még fölléptünk a következő szigeten, tehát még kétszer valóban fölléptünk a szigeten,
onnantól kezdve jöttek meghívások. De akkor ez egy jó zenekar lehetett, akkor gondolom, hiszen akkor a Sziget, és koncerteztetek, tehát turnéztetek? Koncerteztünk Szentendrén a Dalmát Pincébe elég sokat, érdekes módon Budapesten nagyon keveset, és aztán, amikor én Pécsre kerültem, akkor Pécsett a Sejjei irodalmi táborban, és onnantól kezdve Dante Caféban volt pár fellépés, tehát igazából a legtöbbet Szentendrén és Pécsett koncerteztünk, azt hiszem, 10 év alatt mondjuk 20-22 koncert esett. Azért Szentendre meg Pécs, mert a zenekar tagjai kötődtek Szentendre? A szentendrei Dalmát Pince kitelepült a Bahia színpadon a Szigeten, és hallották a koncertükre, és mondták, hogy ez nekik kell. Kicsit olyan volt, mint a bizottság, tehát ilyen vicces, vadulós, ugye akkor jött be ez az acid kultúra, és akkor voltak ilyen hangszeres parti betétek, akkor mindenki eleresztette a haját, és ment a stroboszkóp. Akkor, igen, ezt akarom mondani, és akkor ti voltatok az acid party. Igen, igen. És mindez ilyen kabaré izékkel összetolva azért elég különleges elegy volt. Most hál' Istennek pár számot is sikerült úgy fölvenni normális minőségben. A Dalmát Pincébe fölléptünk, és megjelent a Fábri Sándor. Meghallgatta a zenekart, és fölhívott engem utána, hogy ez nagyon tetszik neki, induljunk a Magyar Rádió Humor Fesztiválján. Erről lett egy vita a zenekarban, hogy kell ez nekünk. Többnyire azt mondjuk, hogy a hátunk közepén nem akarjuk humorfesztivált, de azért, hát jó, próbáljuk meg, mi baj lehet belőle. És ennek köszönhetően a Magyar Rádió stúdiójába fölvettek 5 dalt normális minőségben. Hogyha ez nem lett volna, akkor tehát már nem lenne használható. De egy ugyanilyen emléke a kötet, nem? Ezt lehet igen, mondani? Igen, hát a kötet az később született. Ugye akkor is széthullott a zenekar, meg abban maradt. Később zenekari tagokkal elkezdtünk egy újabb projektet, ennek az volt a neve, hogy Új Párduc, ez már budapesti dolog tehát volt. Tehát Szőranya után az Új Párduc. Igen. Ennek a dalszövegei már mások szerintem egy kicsit. Tehát ez a kötet, ami később megjelent, az ennek a két zenekarnak a szövegeinek a túlnyomó részét tartalmazza. És egyébként az, hogy mások, az a saját érésetek vagy gondolkodásotok változásával? Az enyém leginkább. Tehát a dalszövegeket én írtam, és a Szőranya szövegek azok ilyen rövidebbek, abszurdabbak és kabariszerűbbek, vagy humorosabbak voltak. Az Új Párduc szövegei meg hosszabbak és kollásszerűek. Ez azért történt, mert 2003 óta nagyon fontossá vált nekem Dylannek a szövegírása, főleg a Kései Dylanné. 2003-ban volt Budapesten, én láttam őt 91-ben is Pesten, de 2003 után nagyon rácuppantam, és gyakorlatilag 10 évig csak őt tanulmányoztam, ami ugye a Dylan élet miatt ismerve, hát annyi idő kell, hogyha az ember oda-vissza meg akarja ismerni, mert rengeteg korszaka van, rengeteg Dylan létezik. És a Kései szövegei, hosszú kollás szövegek, elkezdtem őket olvasgatni, és hát kedvet kaptam, hogy én is próbáljak bonyolultabb és hosszabb szövegeket, amik már valamennyire versként is működnek. Ez már egy tudatosabb írói attitűd volt? Abszolút tudatosabb volt. Olyannyira, hogy ezeknek a jó része, vagy részére nem is volt zene, hanem ilyen felolvasó esteken olvastam, vagy előadtam őket, vagy vannak benne úgymond slam szövegek, vagy spoken word szövegek, amik előadhatók zenére is, vagy valamilyen ritmusra, meg előadhatók egy szálmikrofonnal is. És ugye ennek az egésznek a folyománya, ami most van Pécsett, ez a, ugye a Szőranya és az Új Párduc örökséget, az új anya, úgymond zenekar viszi tovább, a Borosi Gábor barátom, aki mind a két zenekarnak a tagja volt, csinálja a zenéket, és ugye rajtam kívül a harmadik tag pedig Balogh Zita, Bóbit a Bábszínházból, tehát végre van egy rendes énekesnőnk is. És ez is olyasmi műsor, hogy zenei is, de inkább ilyen esztrád valami, miközben rengeteget szavalok a mikrofonba, tehát mondjuk a fele az tehát érdekes, a szövegelésből áll össze. Akkor még mindig valahol ez egy underground zenekar, tehát a lélek az ugyanott maradt. Abszolút underground, tehát nem is voltak ilyen tervek, hogy ez valahogy mainstream-é váljon. És az elég is volt nekünk, ugye van egy ilyen, tehát mindenkinek megvannak így a kulturális mintái, hogy mit szeretne, hogyan szeretné mondjuk nem is fölépíteni magát, de hogy megmutatni magát. És hát
számomra a nagy minta, ami lehet, hogy bizonyos értelemben hátrány is már a 90-es évektől fölfele, ez a magyar undergroundnak a mintája, hogy csinálnak 2-3 koncertet valahol, lesz egy kazetta, és az egész országon az végigfut, és azt hallgatják, mint az URH, vagy a korai Európa kiadó, vagy a Neurotik, és lehetne sorolni ezeknek a szövegeit. Ez ilyen nagy minta volt számomra, hogy csinálsz valamit, és akkor azt nem tudod ki a kirakatban, hanem hogy az előbb-utóbb majd utat tör magának, vagy érvényesíti magát. Ez természetesen nem így működik. Egyáltalán nem így működik. De azért jó, még a naivitásunk hajnalán jó ebben hinni, nem? De ez így bennem maradt, tehát hogy számomra ez az ideális modell. Uh-huh. Picit ilyen És alkotóként is így dolgozol egyébként? Tehát hogy ezt lehet mondani, hogy ez hatást gyakorolt az írói munkásságodra és ez a gondolkodás? Valamelyest szerintem igen. Valamelyest igen. Tehát például az, hogy nem kell nagyon sietni a dolgokkal. Tehát nem kell feltétlenül megjelentetni egy anyagot, hogyha még nem érzed úgy, hogy nincs kész. Tehát, hogyha nagyot ugrunk, és a verses kötet, az Inverzofélia, ez most jelent meg 19-ben, ez picit olyan, mint egy válogatott kötet lenne olyan könyvekből, amelyek nem jelentek meg, van benne olyan szöveg, ami 20 éves körülbelül, tehát hogy nem kell rohanni vele, az se biztos, hogy lesz nekem életemben több verses kötetem. Lehet, hogy lesz egy jövőre, ha úgy alakul, lehet, hogy nem lesz több ilyen, mert hogy nem egy brandépítés a lényeg. Amikor az ember, vagyis ember, tehát amikor beszélgettem több íróval, igen, az ember, vagy akár alkotóművésszel, akkor ott mindig érez bennük, vagy érzek bennük egy kényszert, hogy akkor következő könyv, következő előadás, következő zeneszám, következő, és a mondataidból egyáltalán nem érzem azt, hogy következő. És ez most a legmeglepőbb volt, hogy azt mondtad, hogy lehet, hogy ez az utolsó verses köteted. Lehet, mert mindig vannak különböző projektek az ember fejében. Nyilván egy csomó dolog fölkérés, hogy földobnak egy labdát. Tehát szól a Báb Színház, hogy dolgozunk együtt, találjunk ki, ígyunk egy mesét, vagy egy bábdarabot, akkor az ember elkezd azon gondolkozni, és akkor az energiáit arra összpontosítja. Ez a bábos történet, ezt most csak azért olyan jó lenne kifejteni, de közben mondj csak nyugodtan. Pusztán az, hogy nagyon sok dolog fölkérésre születik. Nem magadtól találod ki. Például, mondok egy példát, vagy jó, gyorsan okay. Folytatom a történetet, hogy én elkezdtem ezeket a dalszövegeket írni, ezek nem is nagyon jelentek meg, nem is küldtem őket folyóiratoknak, mert gondoltam, azok rendes verseket közölnek, ezek nem rendes versek, hanem vicces és rímes dalszövegek. Aztán elkezdték megjelentetni, barátaim szerkesztették akkor induló Pré folyóiratot, ott megjelentek. De ez még nem jelenti azt, hogy te úgymond az irodalmi élet részévé váltál, hanem én úgy váltam az irodalmét részévé, hogy ide kerültem Szeged után Pécsre, az esztétika szakra, és miután megírtam a szakdolgozatomat, egy hosszú tanulmányt a Frankensteinből, ezt a témavezető tanárom Széchenyi Endre odaadta Ágoston Zolinak a jelenkorba, akkor még a Csuhai Pista volt a főszerkesztő, és elfogadták közlésre, és utána kapcsolatba kerültem a jelenkor körével, mint irodalomkritikus. Tehát elkezdtem kritikákat írni, a jelenkor után a Magyar Narancs, Holmi, Élet és Irodalom, nagyon, a 2000-es évek elején nagyon sok irodalomkritikát írtam, és tulajdonképpen kritikusként lettem a része ennek a szcénának. Utána Zoli oda hívott szerkeszteni a lapot, tehát én 2001-től 2007-ig a jelenkor szerkesztője voltam, de még akkor is ezeket a versikéket publikálgattam, tehát nem volt egy ilyen... És a kritikákat. Igen, és akkor ugye már egy 35 éves emberről beszélünk, tehát akkor egy rendes költőnek már van 4-5 verses kötete, igen, mondjuk. Igen, igen. És ez nagyon lassan alakult ki, hogy egyáltalán milyen
fajta szövegekkel akarok hogyan foglalkozni. De maga a késztetés benned volt, hogy tehát, mert az alkotás az öröm, és az alkotás öröme benned látszik a műveidben, de ott akkor gondolkodtál ezeken, hogy nekem majd lesz egy regényem, vagy lesz egy drámám, vagy lesz egy Így nem. Tehát ezek... Vagy hogy akarok? Inkább. Nem projektszerű dolgok voltak, hanem egyik hozta a másikat, és azért akartam mondani a felkérés dolgot, mert például írtam egy monográfiát Rubin Szilárdról, ami abszolút felkérésre született. Nem akarok nagyon belemenni, Rubin egy nagyon, nagyon furcsa szerző, gyakorlatilag egész életében ismeretlen volt a irodalmi közvélemény előtt, élete végén fedezik föl, akkor is azért, mert sikere lesz Németországban, és visszafele Magyarországon, és én foglalkoztam korábban Rubinnal, írtam róla egy tanulmányt, Móricz Zsigmond ösztöndíj révén, és amikor lezárult az életmű, akkor engem kért meg a Magvet, hogy írjak egy könyvet magamtól. Valószínűleg nem írtam volna, hiszen nem voltam egyetemi ember, nem voltam kutató. Ez egy ilyen történet volt. Mondjuk a színpadi műveket, azokat is felkérésre írtam. Akkor gyakorlatilag úgy jött az első színpadi drámád, vagy aha, színjátékod, hogy felkért a... Az első nem. Tehát az volt érdekes, hogy fölkért a Frazon Zsófi, aki a Néprajzi Múzeumban dolgozik, és itt Pécset végzett néprajzon, fölkért, hogy egy tárgykultúra kiállításhoz írjak vicces szövegeket. Különböző tárgycsoportok voltak, ülőbútorok, ilyen székek, nem tudom még, de ugye a népi ülőbútoroktól a Skyfotelig, és akkor ezekre a csoportokról kellett vicces anyagokat írni, amit színészek felolvastak, és írtam párbeszédet az egyik szöveghez, és rájöttem, hogy én nagyon szeretek párbeszédet írni, tehát hogy így könnyen kézzel nekem szórakoztat. És akkor kezdtem el Te saját magadat szórakoztatja, és ez meglátszik kifelé is az anyagon. Igen, és akkor kezdtem gondolkodni, hogy ha meg az a dráma, hogy színpadi szövegírás, hogy tök érdekes lehet. Nem voltam színházi ember. Színházfogyasztó voltál? Nem nagyon. Tehát ugye Gyöngyösön nem volt színház, Szegeden alternatív színházakat nézegettem, de ott is abban az időszakban a kőszínház elriasztott magától, Pécset se szippantott be. Jártam Yes előadásokat, meg ezt, de nem voltam egy olyan, aki szakmában... Tehát nem egy rajongó fogyasztó voltál. Fogyasztja. Viszont elkezdett érdekelni a dolog, és gondoltam, hogy megpróbálkozok színdarabírással. Akkor jelent meg Egri Lajos könyve a drámaírásról, magyarul. Teljesen iskolás módon elolvastam, kijegyzeteltem, még egyszer elolvastam. Lett egy ötletem, vagy egy alap helyzet, vagy egy alapképlet. Elkezdtem kidolgozni, ezen dolgoztam egy darabig, aztán félbehagytam, két felvonásosra gondoltam, nem ismertem a magyar színházi hagyományokat. Ismerjük ezt az anyagot egyébként? Igen, ezt mondom, ez volt a Holt szezon. Uh-huh. És utána, amikor kijött az Örkény Színház drámapályázata, 2000, nem tudom, megnézzük és kiírjuk villogó betűkkel. Jó, villogjon, akkor az lesz, hogy minden ilyen helyzetben visszakeresem majd, és akkor kiírjuk. Akkor gondoltam, hogy na, akkor ezt megpróbáljuk, és akkor befejeztem. Tehát meg ki volt dolgozva az anyag végig, csak egyszerűen ugye mindennapi teendők, meg a pénzkereset mellett, hát ugye ott volt a fiókban a másik fele. Tehát akkor itt mondjuk például a jelenkorban dolgoztál, vagy meg volt ez a munkád? Talán ami... akkor már szabadúszó voltam, de hát azért, hogy egy drámát írjál, vagy bármin dolgoz, az idő meg. Igen. Egy olyan idő, amit nem fizet ki senki, igen, ugye. Megírtam, majd később. Talán majd később. Megírtam ezt a Holt szezon című két felvonásos drámát, ami mai fejjel azt mondanám, hogy túlírt anyag, és beadtam az Örkény drámapályázatra, ez harmadik helyet nyert Borbély Szilárddal együtt megosztva. Mácsai nyilatkozott is abban a decemberben, volt egy nagy interjúvel a Magyar Narancsba, egész évről, meg erről a pályázatról, és ott kiemelte azt, hogy ő ezt szeretné megrendezni jövőre, de ez volt az utolsó információm erről a dologról, tehát ez úgymond dobozban maradt. De ez mondjuk azért motiválhatott. Motivált, megjelent, Vilmos díjat nyert, voltak interjúk ennek a kapcsán, és gyakorlatilag itt ez volt így a belépő ahhoz, hogy pécsi emberek megkeressenek. Megkeresett a Matta, Lóri és a Samó Gábor, akkor írtam a Dzsungelmesét,
megkeresett utána a Köles Ferkó. Ezt ugye Lóri rendezte, igen. Tehát akkor ebből lett egy ilyen Köles Ferkó ezt be akart rendezni, a Szerelmem Majomúr című drámai így született, és így egyik hozta a másikat. Egyébként nekem akár a Szaloncukor is, vagy később a Mit eszik a micsoda, teljesen olyan nok fogyasztóként, tehát színházként láttam őket, mint hogyha szerelemből lettek volna, és abból születtek volna. Tehát, hogy érződik rajta egy olyan alkotói vágy, ami nem érződik azt, hogy ez munkaként volt. Hát nem, mert azért az ember, hogyha van egy ilyen jó fölkérés, ami elkap, akkor elkap a flow, tehát hogy szeretsz játszani, és akkor már élvezed az anyagot, plusz annyi, hogy nem te keresel meg intézményeket ezekkel az anyagokkal vagy ötletekkel. Lehet, hogy lesz ilyen is egyébként. Olyat, azt nem nagyon tudom elkezdeni, hogy végigírok egy színdarabot, és azzal kezdek házalni, ötlettel talán. Különben is az egész színházban azt érzem a legjobban, hogy másokkal kell együtt dolgozni, és alakul menet közben. Tényleg, hát ez nagy váltás, mert ülsz az asztalodnál, igen, nem a laptop előtt, és most meg azért egy sokkal emberszagúbb, közvetlenebb. Igen, meg hogy változik az anyag is, meg a szöveg is. Tehát nekem nagyon jelent gondot, hogy kihúzzuk, átírjuk, kihagyjuk, beleteszünk, mert látom, hogy ez egy alakuló dolog, másrészt próbálok csinálni egy úgymond szerzői verziót, ami megjelenhet nyomtatásban, és akkor az, de tudom, hogy működik a színház, tehát hogy minden rendező mást. Ezt akartam kérdezni, mennyire vagy könnyű, tehát hogy ugye készítesz egy anyagot, ami azért a te gyereked, és ezt a gyereket azért szépen nevelgetted, gondozgattad, aztán jön egy csomó ember, jön egy dramaturg, jön egy rendező, jönnek a színészek, hogy mennyire tudsz bevonódni ebbe a közös alkotási folyamatba. Én abszolút szerettek ebbe bevonódni, tehát én nem szoktam. De akkor megmondom, hogy én mit gondolok, mi az, nem attól ragaszkodok hozzá, hanem amit jónak látok, hogyha marad, a helyén marad. Tehát lehet velem tárgyalni, de azt is tudom, hogy általában rendező az utolsó szó, és pláne egy olyan darabnál, ahol engem kértek föl, úgy mondom, hogy egy szakember vagyok, aki, hogy mondjam, én hozom a sonkát, de nem én főzöm meg a végén, hanem a rendező viszi el a balhét úgy is. Tehát ezzel semmi gond nincsen, hogy írok egy dalszöveget, akkor abból kiadjunk két versszakot, vagy beleírunk másokat. A színészekkel is folyamatosan szeretek kapcsolatban lenni, hogy mondják, hogyha valami nem érthető, vagy nem jól mondható, vagy nem logikus. Tehát én ezt élvezem, ezt az együttműködést. A Szaloncukrot nagyon szerettük a kisfiammal, és most egy másikféle töltést kapunk tőled az új művet kapcsán, a Csücsök kapcsán, ami már annyira nem új, gondolom közel egy éves minimum, igen, igaz? Igen. De mégis én is úgy vettem a kezembe, vagy úgy vettek a kezünkbe, hogy már az év gyerek. Mi a pontos kategória? Gyermekkönyv kategóriában, vagy a több kategóriában adták a díjat. Hát ez egy ilyen meglepő fordulat volt számomra is. Tehát a nagyon röviden a története az a dolognak, hogy szintén felkérésre elkezdtem gyerek szövegeket írni. Elekes Dóra, kitűnő műfordító, gyerekkönyvszerző és szerkesztő kért meg éppenséggel a dalszövegek kapcsán, rá, akkor gyerekkönyvkiadónál dolgozott, rám jött, hogy figyelj, olyan jók ezek a dalszövegek, nem akarsz gyerekeknek írni ilyen kis vicces leporelló szöveget kellett volna írni, tehát négy sorosokat gyerekeknek. Ez lett a Mit eszik a micsoda alapja. Ciklus, amiből végül nem született meg a leporelló, ő elment attól a kiadótól, viszont én elkezdtem gyerekek számára írni rövid szöveget, és születtek hosszabbak. Bejöttek ilyen régi ötletek, és kiderült, hogy lesz egy gyerekkönyv. Ez lett a Mit eszik a micsoda, és eredetileg úgy gondoltam, a villogó évszám, Mit eszik a micsodához? 15. 15. 15. Mit eszik a micsoda? Szereti a mézet a bundás mackó, szereti a kecske a sóspercet, szója fasírtot a nélusi viziló, a sümm meg a sört. Ez egy furcsa eset. Szereti a májat a félszemű kandúr, sok húsit enne a pötty jaguár, grenadírmarsot a foltos pety meg, krumpli krokettet a krumpli bogár. Szúnyog csemegén csáncsogat a nevér, fánkot az elefánt század bekapott, vatta cukorra pattan a bolha, szereti a vapiti a döner kebabot. Úgy gondoltam, hogy a Mit eszik a micsoda, ami egy vékony anyag, hogy ehhez kapcsolódna
egy kicsit hosszabb verses mese, picit úgy, mint a Nemes Nagy Ágnesnél a Bors nénében, hogy vannak a versek, és van egy ilyen hosszabb Bors néni ciklus, és hogy az lett volna a Csücsök. És elkezdtem írni egy verses mesét anyagi strófákban, ami egy nehéz forma, és elkezdett nőni az egész light, és nem lehet olyan gyorsan megcsinálni. Végül a magvető megelégett, és mondta, hogy jó, ez lesz a gyerekkönyv, ezt meg írjam tovább, ahogy akarom. Ez mit jelent egyébként az, hogy nehéz, hogy, hogy mennyi ideig tart mondjuk egy pársor strófát megírni, hogy el tudjuk képzelni, és mennyi ideig írtad magát a művet? Egy anyagi strófát megírni, hogyha munkanapban gondolkodsz, az egy nap nagyjából. Tehát, hogyha nagyon pöröksz és nagyon jó napod, akkor esetleg kettőt meg tudsz írni, vagy másfelet. Nehéz a nagyon játékos a rímképlet, aránylag rövidek a sorok, tehát tudod, hogy egy versszakban mennyit kell haladnod dramaturgiailag, honnan, hova akarsz jutni, de ezt meg is kell csinálni. És én konzultáltam Varró Danival, ugye, aki a Maszathegyet többnyire ebbe a formában vitt, és mondta, hogy nála is egy nap volt a penzum nagyjából, de akkor egy munkanap, akkor te nem dolgozol, nem tehát hogy reggel nem leülsz, megittad a kávédat, leülsz. És jár a fejedben a dolog, és ezért volt az, hogy én ezt a könyvet 4 évig írtam, de úgy voltak egész éves kihagyások benne, tehát a nyári szünet végén letettem, eltelt egy év, és a nyári szünetbe vettem fel újra a fonalat. Ezt azért volt, mert nem volt rá időd? Nem volt rá időm, meg igazából, tehát én nem tudok úgy dolgozni, hogy mondjuk van heti egy napom, akkor írok egy, visszaállok a könyvbe, és mire elkapnám a fonalat, addigra megint más kell csinálni másnap. Tehát nekem kellett egy ilyen végtelen idő, mondjuk, hogy van 2 heted, amikor csak ezen pörög az agyad, mert egy idő után így fölpörög, jönnek az ötletek, jönnek a rímjátékok, jegyzetelsz, motyogsz magadban. És ugye az egész ötlet onnan jött, hogy volt ez a könyv, a Kifli a Viking, ez egy Tani Levente, egy olasz srác, grafikus, aki ilyen sütikről írt nagyon rövid kis sztorikat óvodásoknak, angol nyelven. Engem kért meg a Pagony kiadó, hogy fordítsam le, ami nem fordítás jelent, hanem átirat. Tehát én adtam nyelvet, tettem bele ötleteket, és annyi ötletem támadt, hogy úgy éreztem, hogy ezt most már kárba veszni az egész, és akkor elkezdtem gondolkodni egy ilyen világon, ami sütemények között játszódik, amit eszik, amit csodához él. Tehát nagyjából ez volt a Csücsök története. Nagyon sokáig írtam a könyvet. Csak úgy mondjam, habatortán, hogy ez most megkapta ezt a díjat, és figyelem irányul rá. Vannak ilyen buta kérdéseim, hogy gondoltad, hogy ebből nem lesz? Hát ilyenre nem gondolod. Bekerült a rövid listára, annak már nagyon örültem, mert az is egy figyelme. Tehát ez egy komoly szakmai díj, és hát hogy mondjam, azért így visszafele megerősíti az embert, hogy érdemes ott 4 évig így tökölődni. Teljesen egyedül ezzel a dologgal, tehát akkor... Egyébként ez úgy kell közelni, hogy ehhez senki nem is nyújt hozzá szerkesztőként? De. Nagyon komoly munka volt vele. Egyrészt a Móránál Szlukovényi Kata nagyszerű szerkesztő volt. Ugye ő költő is, tehát Lator tanítvány, tehát ő belülről lát az egészet. Nagyon sok javaslata volt, nagyon sokat elfogadtam, nagyon sokat nem, ez így természetes. Az utolsó korrektúra körnél, amikor a PDF-en nyomdába adás előtt ment, hogy nézzük át még egyszer, akkor még kb. 50 helyen változtattam rajta, nagyon apróságokat, rímelés vagy ritmikát főleg. És menet közben pedig a barátom Kőrizs Imre, aki kitűnő költő és műfordítás klasszikafilológus, ő volt ez a személyi edzőm ebben az ügyben, tehát neki már küldözgettem részletekbe, ő felolvasta a kisfiának, jöttek vissza a levelek, jöttek vissza ilyen barát... volt egy közvetlen tesztelő fázis. Baráti taslik is, hogy figyelj, ez nagyon jó, nagyon aranyos, de akkor miért nem ennek normálisan megcsinálva ezek a jambusok, miért nem így van, akkor belejavított, ezeket megfogadja az ember. Ez nagyon fontos, hogy legyen egy ilyen belső szem, aki szakmai is szereti, tudja, hogy miről szól az egész. Ez rettentő nagy segítséget jelentett nekem. És akkor időről időre küldtem neki az újabb pakkokat, és ennek révén ezt a könyvet nem csak előre írtam, hanem visszafelé is mindig átírtam az előzményeket, tehát nagyon sokat javítottam. A történet maga is alakult, és emiatt egy kicsikét kellett dramaturgiailag változtatni. A történetet nagyjából sejtettem, mert hogy azt tudtam, hogy egyszerű sztorit akarok, egyszerű népmesei történet, elrabolják a királykisasszonyt, át kell kelni egy
másik világban vannak segítőid. Most így a végét nem mond ki, mert mi még most olvassuk a jó, filmet. Nem és lesz, akkor nem lesz hát, letaglóz a vége, igen, de igen. gyakorlatilag egy ilyen egyszerű népmesei vagy varázsmesei szerkezet van, mert azt tudtam, hogy magamra rántanám a szekrényt, hogyha még a mesével is elkezdenék variálni, mert elég az nekem, hogy anyagi stófa, hogy sütemények vannak benne, hogy abszurd humor. És ugye a verses regény, ami konvenció a verses regényben, hogy van egy elbeszélő, aki belép a cselekmény terébe, tehát itt egy Józsi nevű figura beszél, mint hogy a Puskin is úgy kezdi az Ez te vagy anyagit, hogy egyébként? nem, igazán nem. Meg szokták kérdezni a gyerekek, hogy Irénke néni, aki egy nagynéni, az létezik, nem létezik. Tehát ugye Puskin is, hogy nagybátyám Elvek Jámbor őre, tehát belép egy figura, beszél, és a anyagit már úgy mutatja be, mint egy haverját, vagy ismerősét, ugyanezt végigjátszom, ahogy a Varródan is végigjátsz, és minden verses regényíró. Tehát ennyi Ez konvenció elég volt. egyébként ez egy konvencionális tiszteletadásként fogjuk Igen, meg fel. ez egy műfaj. Tehát én be akartam tartani műfaj szabályait, és tudtam, hogy pontosan ezért magával a mesei szerkezettel már nem fogok sokat Milyen érdekes, hogy az bűnődni. undergroundtól a műfaji szabályok betartásáig azért van egy hosszú életút, Abszolút, nem? persze. Tehát jó, hát az ember, hogy mondjam, sokféle fából faragják. Meg amiket én egyetemen tanultam, az minden erre fele ment. Tehát, hogy a műalkotás az nagy részben szerkezet, meg munka, meg szakmai munka. Tehát nem annyira ikret dolga, az is kell. De az ikret az megjön, hogyha szeretsz valamit, és elkezd, és nagyon pörögsz benne. Tehát röviden ez volt a Csücsöknek a története. A Csücsök című meseregényből olvasok fel egy részletet. A történetben ott tartunk, hogy elrabolták a királykisasszonyt, és rengeteg vitéz jelentkezik, hogy útnak induljon és megmentse őt. Jöttek a sütik, mint az égen torlódó vihar fellegek, fehér rózsaszín öltözékben pompázó habsók hercegek, s ki hangzsárját övében hordta, a marcon a vadalma torta, s kinek haragját retteged, a zabos keksz is megjelent. És jött a böhöm Rigó János, én nem nevezném Jancsinak, mert egy-kettőre helyre rak. A páncélja egy piros lábos, félelmet keltőn zörgeti, barátom adjutat neki. És jött az elszánt meggyes rétes, kemény magokkal köpködő, és jött Monsieur Francia krémes, a hétpróbás pudingölő, a nagyfejű kókuszroládés, a mord muffin, a csokoládés. Nos, ő a kedvenc muffinom, ha bár az almás is finom. És jaj, ránézni sem merek már. Eljött a bőz barát füle, izzott belül parázs dühe, és fortyogott a szilvalekvár, hisz várta már a nagy csatát, akár a bátor baklavát. És jöttek tepertős pogácsák, spenótos és májas hasék, csak látnád szemük villogását és kezükben a kardvasét, mert tudd meg, a sós sütemények a legkeménykezűbb legények, se porcukor, se méz, se máz, a harcmezőn sosem hibáz, az ellenséget tépi osztja, minden problémát rendbe rak, a rettentő húsos burek, s a pengeszájú sajtos ostja. Lehengerlő a jellemük, én sem szegülnék ellenük. Aztán a fényes tortavárnak búcsút intett a sok vitéz, a messzi tájnak nekivágtak. Vonult a büszke tetrekész, keménykötésű csillogó had, az északútján elvonultak, s az országút hátuk mögött bőpor köpenybe öltözött. S amint elült a szürke felleg, s eltűnt a jó sütik sora, nem látták többé már soha a nagy hadat, mely ekkor elment. Róluk több hír nem érkezett, elmentek és nyomuk veszett. Pont ezt akartam, tudod, mi jutott az eszembe a beszélgetésünkről? Az a Peter Brook idézet a színházról, hogy a színház játék, a játékhoz sok munka kell, de ez a játék a színház élményét adja, nem érezzük többet munkának. Pontosan, és ezt érzem az a jó rajta. Munka, ami flow, tehát amit úgy érzem, mint a gyerekkorodban, amikor játszasz a katonákkal, vagy rajzolgatsz. Az a jó munka, be tudsz írni, és akkor végülis tök mindegy, hogy magadtól találtad ki, vagy felkérésre születik, hogyha az játékká tud válni, akkor élvezni kezded, és beleadsz olyan dolgokat, ami nélkül le lehetne tudni, de nem akarod letudni. Tehát amikor Egerben volt egy brémai muzsikusok, amit Halasi Dani rendezett, és engem kért, hogy írja meg az Egri Bábszínház számára, magamtól eszembe nem jutott volna, hogy a brémai muzsikusokból én írjak egy mesedarabot, mert miért jutott volna eszembe, de amikor ez
elkezdődött, és összeállt a szöveg, és csináltuk a zenéket, és akkor leköltöztem Egerbe a felolvasó, hogy hívják ezt az olvasópróba időszakára, meg a főpróba hétre is bejártam, és ugye nem kötelessége a szerzőnek beülni a próbákra, de ott ültem, néha egy-egy mondatba be lehetett javítani, vagy egy-egy nagyon apró meglátás volt, igazából azért jártam, mert nagyon élveztem ezeket az embereket figyelni, hogy összerakják ezt az anyagot. Tehát azt mondom, hogy azért mentem, hogy segítsem az előadás létrejöttét, igazából azért mentem, hogy nagyon élveztem a dolgot.